reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli. És itt van velünk a vonalban Bucski Péter, a G7.hu újságírója. Jó reggel, szia! Jó reggel, szerusztok! Hát kicsit tegyük tisztába, illetve te is ezt tetted a cikkedben, hogy függnek össze itt egymástól talán függetlennek látszó dolgok. Azt tudjuk, hogy a globális minimumadó elfogadását uniós szinten vétózta a magyar kormány, és erre Amerika fölmondta a kettős adóztatásról szóló egyezményt, de hogy mi köze a kettőnek egymáshoz, hol van itt a politikai játszma, illetve ha egyszer a magyar kormány ugyanazokat a szakmai kritikákat is mondja a globális minimumadóval kapcsolatosan, mint amit mondjuk nemzetközi szakmai szerzetek, akkor miért nem ez állhat a háttérben? Szóval tegyük kicsit akkor tisztába, hogy mi hogy függ össze mivel ebben az ügyben. Nagyon egyszerűen arról van szó, hogy az Amerika és a Biden adminisztráció számára kiemelten fontos ez a globális minimumadó projekt, és tulajdonképpen Magyarország azzal, hogy az uniós közös elfogadást megvétózta, ezzel egy óriási problémát okozott. Ebben az a... Bocsát, Amerikának miért olyan fontos ez? Hát ez egy politikai kérdés leginkább. Ugye az, hogy ez a globális minimum adó nagyjából egy ilyen szempényvesztés, ez egy más kérdés, de tulajdonképpen azt mondják ezzel, hogy hát akkor mindenhol a világon legalább 15%-kal adózzanak a cégek. Mindjárt elmondom, hogy ezzel mi a legnagyobb gond, de tulajdonképpen az történt, hogy Magyarország már korábban megállapodott, hogy elfogadja ezt a globális minimum adót. Ez alatt a név alatt sok mindent értettek, de akkor a Biden adminisztráció alatt beterjesztett tervet. Ugyanis megállapodás született arról, hogy Magyarország esetében a helyi iparűzési adót is elfogadják ennek az alapjába, tehát akkor időben rögtön nem 9, hanem inkább 18-20% körüli adóról beszélünk. A termelő vállalatoknál, vagy akik valós gazdasági tevékenységet folytatnak, ez mindenképpen megugornák messze a 15%-et, inkább a középmezőnyben van Magyarország a valós adóterheléssel. És ugye nagyon sok hír van arról, hogy hú, Magyarországon milyen alacsony ez a 9%, de mondjuk ott vannak ilyen kedves nyugat-európa országok, mint Hollandia, meg Luxemburg, ahol gyakorlatilag ugye a nagyvállalatok semmi adót nem fizetnek, olyan adótrükköket tesznek lehetővé, ami egyébként Magyarországon nincsen. Az nagyon fontos, hogy ez a globális minimumadó nem minden vállalatra vonatkozik, hanem a globális szinten legalább 750 millió eurót megkereső cégekre. Akkor ez a hollandír szendvics, akkor ezzel megszűnne? Mert itt az amerikai vállalatok azok, akik ebbe benne vannak főleg. Hát elvileg igen, gyakorlatilag nem. Tehát, azért, ugye, tehát a Google meg a Facebook nem fog adót fizetni. A Starbucks sem. Volt ugye tehát, még, akit emlegettek. Na most ugye... Arról van szó, hogy az adónak a százalékáról állapodnának meg, arról, hogy mi az alapja ennek az adónak, és hogyan lehet mondjuk elszámolni a szellemi tulajdonért kapcsolódó licenszdíjakat, amikkel azért inkább operálnak a cégek, az nem része ennek. Tehát itt tulajdonképpen van egy olyan megállapodás, hogy hány százalék legyen az adó szintje, de az, hogy mi az alapja, az, hogy az egyéb fontos része, szóval most mondok olyat, hogy egy forrásadót kell-e fizetni, vagy nem kell fizetni az osztalék után. Tehát ezek mind olyan... teljesen nem fogja igazán befolyásolni. Igazából ezt a 15%-ot az effektív adóráta nagyjából Írország és Magyarország kivételével eléri. A Magyarországnál beszámoljuk, de mondjuk Írország a 12,5%, az adó szóviszik 15%-ra. Magyarországon beszámítják a hipát, tehát pont nem történt volna semmi. Nagyon kicsit az amerikai költségvetés jobban járt volna. De azt látni kell, hogy mondjuk GDP arányosan a társasági adóbevétel az, mondjuk Magyarországon, meg Amerikában is ilyen 1-2%, néhány ország van a fejlett világban, ahol mondjuk 2-3% környékén van. Tehát ez egy nem egy jelentős adótétel, nem lenne nagyon, itt úgy gondolom, hogy ennek ilyen PR szempontja van, hogy úgy csinálni, mintha megadóztatnánk a multikat. Egyébként ennek a megállapodásnak eredetileg része lett volna egy másik pillér is, a kettes pillér, meg az egyes pillér egyszerre ment volna, eznek része lett volna a tech cégek megadóztatása, akik ugye nagyon leegyszerűsítve a 70-es években mondjuk kitalált nemzetközi adózási szisztéma gyárakról szólt, meg szénszállításról, meg acélszállításról, és nem technológiai szolgáltatás nyújtásáról.
legyünk őszinték, hogyha kicsit komolyabban vennék a szabályokat, a hatóságok és a világban, akkor azért ezeket a cégeket is. De a Google és a Facebook nem azért nem fizet adót, mert hogy 15%-e tehát nem érje el a szintje, hanem egyszerűen kiátszák a meglévő szabályozásokat, fölteszik a kezüket, hogy jaj, hát ez gyárakra vonatkozik, nem ránk. De ez semmiképpen nem fogja megoldani. Most akkor, ha jól értem, hogy... A jogos a magyar kormány kritikája. Na igen, tehát, hogy bocsánat, akkor ugye a magyar kormány két dolgot mond, akkor ezek szerint, amit mondasz, a második, az teljesen jogos, hogy eredetileg benne volt az, hogy a Facebook meg a Google és a nagy tech cégek adóelkerülését is megakadályozzák, de ez ebből a verzióból kimaradt, erre hivatkozva vétóz a magyar kormány. A másik viszont, ha jól értem, akkor nem jogos, mert az, hogy itt nekünk fönn kell tartani a versenyképességünk, meg munkahelyek kerülnek veszélybe, hogyha nem fizethetnek kevesebbet a multik, akik amúgy nem is fizetnek, akkor ez a rész viszont nem áll meg, ha jól értem. Hát ez akkor a hülyeség, hogy kommentálni nem lehet. Tehát ezt Szijjártó Péter mondta, nem tudom, tehát nem sokat ért a gazdasághoz, az korábban is látszott, nem tudom, tehát Oké, okay, de a másik fele ezek szerint, a másik fele az jogos, tehát tényleg kihagyták a tech-céges részt. De hogyan? Jogos, amerikai nyomásra, vagy hogyan? Korábban a magyar kormány azt mondta, hogy elfogadja ezeket, hogy cserébe azért, ezt nagyon Szijjártó Péter jelentette be, ugye konzekvensen, hogy megállapodtak, és akkor az iparűzési adót, amiért beszámolják, ezért cserébe Magyarország támogatja ezt a kezdeményezést Magyarországra, nagyjából semmilyen hatása nem lenne a globális minimumadó bevezetésének. De tegyük föl, hogy mondjuk van pár vállalat, amelyik Magyarországra adóoptimalizálja a pénzt, másra nincsen szó. Egyébként valószínűleg, hogyha összeszedünk pár ilyen amerikai vállalatot, akkor nem tudom, tehát lehet, hogy találunk olyat, hogy pár száz milliárd forintot Magyarországra mutatnak ki úgy bevételt, ami nem is igazából ide kéne keletkezzen, és akkor arra a profitra a adódó, nem tudom, 2-3 milliárd forint hitáról beszélünk, és akkor Szijjártó Péter szerint ettől összeomlik a magyar gazdaság, tehát ezt nem lehet olyan menni. Oké, de az igaz, hogy a egyik felét kihagyták, ami az amerikaiaknak volt fontos, Európa meg valamire elengedte a nagy tech cégek adózását. Ez a változás tényleg benne volt, minket nem érint, de legalább hivatkozásilag ennek van alapja. Ezek hát ez minket is érintene, ugye, hogy mondjuk azért ezt több cikkbe is kiszámoltam, hogy a Google és a Facebook azért ilyen több 10 milliárd forintos nagyságrendi adót summant el mondjuk a mi zsebünkből, és ugye ez csak két nagyvállalat, azért gyakorlatilag az egész amerikai tech szektor nem fizet adót, ugye azért ez egy komoly megállapodás kellene, hogy legyen, hogy ezek a cégek valóban. Hát tehát ez ellen is, ez ellen mondjuk, is védett az... volna, de kimaradt. Akkor ez miért engedték el? Igen. Európa miért engedte ezt el? Hát akkor ez tök fontos lett volna. Hát most, hogyha ezért ezek elég összetett játszmák, de valóban fontos lenne, de amikor pont arra gondolunk, hogy a kataszabályok módosítása miatt tüntető Netpincér, meg vagy most már Foodpanda is volt futároknál, ha megnézzük, ott végül is azt, hogy az alacsony adóval dolgoztak a szabályokat, hát azért rugalmasan értelmezve, azért ezek a cégek marha sok pénzt kerestek azon. Mondjuk a Volt is egy finn bejegyzésű amerikai tulajdonú vállalat, amelyik a végén ugye azt, hogy itt ezek a futárok dolgoznak, hát és akkor majd a nyugdíjat oldják meg a kedves magyar adófizetők nekik, azért ők elég sok pénzt vittek innen, tehát ez is ilyen évi, nem tudom, több 10 milliárd forintos költségvetési ilyen, tehát az a gond ezzel, hogy a társasági adónak a kulcsa az valóban nem sokat játszik ebben. Ugye az, hogy az egész nemzetközi adózásnak a rendszere nagyon elavult erre, az OECD-ben ugye mindig vannak kezdeményezések, de hát ugye pont ezek szoktak jönni, hogy hát mindig van egy olyan ország, mint Magyarország, vagy mondjuk Írország, akit azért elég sokan mondjuk a multik lobby szervezetének tartanak, nem egy különálló országnak, amikor adózási kérdésekről van szó, tehát ott elég komoly érdekellentétek vannak finoman fogalmazva. Tehát, hogy elég nehéz így megállapodni, de valóban egyszerűen anakronisztikus az adózási rendszer, ami a világban működik. És ugye az a baj is, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult és összetett rendszer, tehát a társaságnak a nyerességét adóztatjuk, és ezt elég nehéz ma már megfogni, hogy hol keletkezik. Tehát, hogyha csak egy összeszerelő üzemre gondolunk, egy összeszerelő üzem, de sokszor mondjuk a teljes költség struktúrájának a 15-30%-át jogdíjak vagy licenszdíjak teszik ki, amit mondjuk azért fizet az anyavállalatnak, hogy ez marketinggel, mondjuk gondoljunk arra, hogyha van egy Audi gyár, akkor ő azért fizet, hogy mondjuk vannak az anyaországban marketingesek, akik meggyőzik az Európai Bizottságot arról, hogy egy 3 tonnás
hibrid autó a zöld, amikor mindenki tudja, hogy egy nagyon környezetszennyező autóról van, szóval ez nagyon sok munka, ezt ki kell fizetni ahhoz, hogy lehessen ilyen autókat gyártani. Mm. Tehát, hogy azért ezek a nemzetközi globális értékláncok már tényleg nem úgy működnek, hogy eladok neked valamit, te beépíted, hanem nagyon sok olyan belső szolgáltatás van, aminek igazából nincsen piaci ára, és ezáltal kimutatni azt, hogy hol keletkezik a profit, az annyira összetett, drága feladat, hogy egy kicsit ugye felmerül az emberbe, hogy ennek az egésznek van-e értelme még. Aha. Jó, hát igen, ezzel együtt igen, az érdekesen hangzik, hogy valamiért ezt a tech cégek megregulázása, adózása, kényszerítése dolgot kihagyták a dologból, és ez Amerikának jött a legjobban, azért ezt kijelenthetjük, ez teljesen egyértelmű, és akkor innentől a magyar vétó az egy politikai jellegű dolog, ami Amerikának fájt emiatt, hogy el... Ugye, mivel semmit nem vesztett volna azzal, hogyha bevezetik ezt a globális minimumadót, azáltal, hogy ezt az egyezményt felmondták Magyarország azért, hát gondolhatunk arra, amikor ilyen több száz milliárd forintért megrendeznek valami sporteseményt, ugye arról van szó, hogy milyen fontos a PR, és milyen óriási értéke van, na hát akkor azt mondhatjuk, hogy azért több úszó VB PR-ját bukta ezzel, tehát hogy ez egy nagyon buta lépés volt, mert ugye hasznunk nincs belőle, kárunk viszont biztosan van, és ugye az is, hogyha ez a felmondást, ha már ugye azt tartjátok a kormány fontosnak, hogy ide tudjanak jönni adóoptimalizálni cégek, ugye a 79-es egyezménynek volt egy olyan pontja, ami alapján, amit már nem lehet az új egyezményekbe betenni, ez nagyon fontos, ugyanis az új egyezményekbe beleírják, hogy ezek a kedvezmények, amik szerepelnek a megállapodásban, azokra a cégekre, struktúrákra nem vonatkoztathatnak, amiről mondjuk az amerikai vagy a magyar hatóságok bebizonyítják, hogy ez alapvetően nem gazdasági cél, hanem adó elkerülést vagy adó optimalizációt céllal jött létre. Tehát, hogyha valamiben ugye a kormány itt lábon lőtte magát, ha nekik ez olyan fontos, hogy ide lehessen adót optimalizálni, akkor ez pont az egyezmény kiesése miatt nem lesz lehetséges. És ugye azért azt láttuk, hogy még két esetben mondtak föl ilyen kettős adóztatási egyezményt, a Holland Antillákkal és Máltával, hát mind a kettő adó paradicsomként funkcionált. Ugye Máltával azért egy jó évtized volt, mi sikerült ezt újra megkötni. Tehát itt azért Magyarország biztosan ebből károkat szenved. Ezt lehet számszerűsíteni, hogy milyen hatásai lehet? De csak az utolsó kérdés, mert ugye elment az időnk, hogy mennyit bukhat ezen Magyarország, vagy hogy hol hathat ez negatívan, hogy nincs mostantól adóegyezmény Amerikával? Mivel Magyarország nincs forrás, ez az osztalékra nem nagyon hat a vállalatoknál, viszont abban szerepe van, hogy mondjuk ez egy ilyen kockázat, főleg szellemi tulajdont Magyarországra hozni, tehát technológiai cégek, startupok számára nem előnyös idejönni. Másrészt nagyon kockázatos és megdrágítja, ha nem lesz új megállapodás, azt, hogy mondjuk amerikai állampolgárok hogyan tudnak Magyarországon dolgozni, ami azért úgy, hogy több 130 ezer főt foglalkoztatnak azt hiszem amerikai cégek Magyarországon, elég nagy kockázat, egy új beruházásnál, mondjuk egy szolgáltatóternél, vagy egy technológiai fejlesztő központnál, ez biztosan hátrány. Az amerikai cégeknek érdemes átstruktúrálni a tulajdoni viszonyokat, hogy ne közvetlenül szerez legyen Magyarországon tulajdonuk, tehát biztosan van egy gazdaságra egy amerikai befektetéseket csökkentő hatása. A másrészt a magánszemélyek számára igen nagy problémát okoz, ha valaki Amerikában nyer egy ösztöndíjat, kimegy dolgozni, akkor elég könnyen becsúszhat abba, hogy Amerikában le kell adóznia a magyar jövedelmeit is, mivel Magyarországon elég alacsony az adó, ezért plusz adóterhet kell rá fizetni, tehát ez sok embernek az életét fogja megkeseríteni, nulla haszonnal. Oké. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, jobban értjük akkor itt a viszonyokat, illetve az érdekeket, ki minek mentén mozgott, hogy eljutottunk idáig. Szép napot, köszi még egyszer, jó munkát! Köszönöm, szervusztok! Szia-szia! Bucski Péterrel, a G7.hu újságírójával beszélgettünk arról, hogy miért, mi lehet a hátterében annak, hogy Magyarország vétózott, illetve az erre érkezett elég brutális amerikai válaszreakció a kettős adóztatás felmondásról szóló, elkerülésről szóló egyezmény felmondásáról miért lehetett, illetve kinek miként fáj. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt